Alapvető rajongó, nem tud elképzelni, hogy dolgozom, te rabszolgaként itt ülök, mint a horvát csárva egy napszemeg, már le is lököm magamról. De képzeld el, na most szereztem egy állást, érted, a Benji-nek. A szigeten fog melózni, szét fogom dolgoztatni, csak nem tudom még, hogy mit pontosan, úgyhogy most mindjárt berendelem egy állásinterjúra, de nem tud elképzelni, olyan idegben vagyok már, hogy még. Úgyhogy el tudod képzelni, érted, olyan meló lesz itt, érted? Hát figyelj, na már itt várjál, már tartsad, tessék! Már itt van. Várjál? Na, megérkezett. Várjál, tartsad már. Arany Benjaminom, szeretettel köszönöm. Üdvözöllek. Foglalj helyet. Köszönöm szépen. Te. Én. Jó, következő van. Mert tudod, jó, hogy ezért vagy, direkt vagy alacsonyabbra ültetve. Érted, hogy érezzed? Érzem, én is, hogy megkaptam a kisebb széket. Te, hogy érezzed? Na, így. Megkínálhatlak valamivel? Aha, persze, kóla nagyon. Teát, kávét, kólát. Dobozosat adhatok? Cukorment? Cseresznyés. Kérlek, szeretettel. Na most, figyelj ide. Na, tudod, hogy nagyon aggódom, érted? Szereztem neked melót a szigeten. Nem tudjuk, hogy miért, de tudom, úgyhogy igen. Miért ne aggódom? Mindig nem. Szereztem neked melót a szigeten, igen. Az a lényeg. Uh-huh. Viszont még nem tudom, hogy melyikhez lenne kedved. Hát érted? Azt látom, hogy nem egyet szeretnél. És figyelj, el tudom intézni a security-t neked, vagy ezt. Ez tűzoltó? Az tűzoltó. Vagy ezt kapja csak föl nekem? Hagyj ezzel meg nekfél elő, hogy végig csak egy... Be tud rakni... Most egy büfébe fogok állni. Egy hordogozóba akarlak tégedet betenni. Nézzek, de... Benji, tudod milyen jól áll? Ketchupet, mustárt kérsz rá? Kicsit franciáson. Később? Később, mustár, valamit kérsz esetleg. Nézzek, ez jó. Vagy... Ez is passzol hozzád, ugye? Egy komoly szemmel. Mire gondolsz? Egy komoly szemmel. Igyed a kóládat, egy komoly szemmel egy szedésbe lehet részed. Szóval most mihez van kedved? Hát első ránézésre. Ez is illik rá. Nézzek, vedd föl. Azt mondod? De azt spéci szekúba kell fölvenni. Uh-huh. Mire gondolsz? Hát fogod, uh-huh. Fül kint. Ja, fül ki. Egy kicsit így előre. Kukába. Igen. És szigorúan így. Így. És akkor ellenőrzöd a szalagokat, na, mert tudod, egész. Mert ez neked tetszene, amikor így ellenőrizni tudod mindenkinek, ja, mert úgy érezni, hogy nem vesz, tudod, hogy lejön. Igen, le, igen, úgy érezni, hogy hatalmam van, ugye? Hatalmam lenne. Szóval akkor találja, figyelj, az a feladat követő rajongó, hogy ki kell találni, hogy Benji-nak mi lesz a munkája, érted a szigetet? Na, várjál, nem én választok, hanem ők döntenek. Te ki választod. Aha, és ők megszavazzák, hogy az jó. Nem. Uh-huh. Nem. Te ki fogod választani a munkát, uh-huh. Ők megcsatszolják, találgatnak, hogy szakács leszel, tűzoltó leszel, szemétszedő leszel, vagy ennyi. Ez nem is rossz ötlet. Jó, oké, legyen. Na kíváncsi vagyok, hányan találják. Mert egy kalapácsot is hoztam. Hát senki nem tudja, hogy ez nem mire. Millió ügyle. Ez miért? Építsem a színpadot? Vagy ez mire? Ez igen. Stage manager. Ezt úgy hívják, hogy stage manager. Érted? Szóval ebből lehet választani, hogy drága követő rajongó, Benjamin... Ugorj, nem ugrasz bele valamelyikbe? Ebbe? Csak hogy áll? Biztos, hogy nem. Egy hotdogosba lennél. Hidd el, hogy nagyon jó. De egy hordó. Tele virslivel, ketchup, mustár. Ez szerintem eldönteni, ez kilőve. Nincs kilőve, halájólá. Halájó. Na jó van, takanyukám, idd a kóládat, mert nekem még itt, tudod mennyi jelentkező van. Te, nehogy azt hitt, hogy mindenki pótolható. Jaj, de nem vállalod, szerzek helyetted bárki. Hitegesd magadat, ha neked ettől jobb, hitegesd magadat. Taka, Benji. Tudod, átközelítek meg. Gondoltam. Közelebb, ugye? Hát, sorry, Benji. Eddig szakács leszel. Viszek egy rendesen, Philipsnek köszönheted, hogy nézheted a Pupos Szilla sztorikat. Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára, a hány cseppje esik rája, annyi áldás szálljon rája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Az ötödik szípszó 16 órát jelent. Tüp, 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 tüp.
16 óra, híreket mondunk. Dunaújváros 3,14, hajóvonták találkozása tilos. Mohács 4,12, hajóvonták találkozása tilos. Drága arany követő, megérkeztem a csicska dugóba, hogy rúgnék rájuk kettőt. Szeretettel köszöntelek tégedet a pupos Szlovéniából. Már itt az öreg Cilla, már. Exküzém, a halál idegben vagyok, anyukám, állok a dugóba, minden teljes. Ki vagyok, el tudod gondolni, mert millió az ügy, anyukám, te. Ja, azt ugye mondanom kell, hogy a gypsy karavánban vagyunk, anyukám, megy a tükör, megy a kép, megy a termomix, néznek, be van úrva minden, de olyan előkelően az egész. Sanyika az ott van lent, ugye? Sanyika? A nyaktartó az ott van, igen? Szóval itt millió, te nem tudod elgondolni ezt az egészet, érted? Ja, és én megérkezem, tehát én ma... Azt mondja, 00:46-ra érek oda Mantomba, Anna Mari meg holnap takázik vissza Budapestre. Azt mondja nekem, te beszéltem a Macával, Márta barátnél, intézd el, hogy én el tudjunk menni a menopózát megnézni a játékszínbe. Te én olyan idegbe, szervezésbe voltam, hogy beintéztem mindent. Ez tudod, miért van orrhangja? Tehát normálisan így beszél a tanárnő, az osztályfőnököt, de a következőt csinálja, figyelj. Bocsánat, ezt megbüffentek. Nagyon figyelj, mert ez nagyon fontos. Először is elkezd orrhangon beszélni a tanárnő, tudnilik fogja a szemüvegét, így ne tolja, ebben a pillanatban orrhangja van, mert egyik szemével a naplót tudja nézni, másikkal a diákot. Napló diák. Érted? Ez véget, utána elkezd orrhangon beszélni, tehát ilyenkor már azt mondja, Kovács, Tótfalvi, Somorjai, jó, Somorjai hiányzik, igazolatlan óra, és ezt már orrhangon mondja, egészen oda vagyok, értük. Na anyukám, áll a bál, összerúgta a they kicked the dash, összerúgták a portál Manyi meg az Ária. Tegnap olvastam. Na, summa summarum, kapaszkodom meg egy pillanat alatt. Te, a Manyi, a Latyi, meg a fiatal popénekes az Ária, akit én nagyon cipálok egyébként, szerintem egy rendkívül tehetséges kani. Mondjuk én úgy tudom, hogy hát az első nagy fellángolás az a Palacsinta Fesztiválon volt, ahol ugyanis volt egy kis tipitabi dino, cumuládé, ilyesmi volt vele, érted? Egy kis aszonka elkapta őtet, rányitották a ajtót, azt mondták, de helyesek vagytok, kittik, fotó, na anyukám, haláismertlek, tudod? Hát nem kell ehhez szok, ne hülyeskedjél már, de tehetséges, nagyon értelmes, intellektuál, intelligens fiúnak tartom, úgyhogy én bőtisztelem, böböcsülöm, ne rám rúgjon kettőt, jó pofa vagy. Már nem is ez a lényeg. Manyi elment aktivitizni, tudod? Bevonult, tévébe. Engemet hívtak, mondtam, Manyit hívjad, ne engemet, öreg Cilla, az már nem tud, érted, nem tudok elmutogatni semmit arról. Tu peux pas imaginer ce qui a passé, oh la 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 la. Na most főkóstolta ezt a szegény fiút, érted? A Palacsinta Fesztiválos fiút, aki azóta már nagyon nagy sztár lett. Főkóstolta, hogy honnan szerzi be az aktivitizbe, valamilyen beszólás volt, érted? Beleállt a Manyi, már megint, érted? Már megint idegbe. Hogy honnan szerzi be a fake Balenciágát. Ha van gond, anyukám, ha van gond. Hogy honnan van a fake Balenciaga. El tudod képzelni, hogy mibe vagyunk. Na, nem is kellett ehhez sok. Zária főszívta magát. És azt ebben mondta neki, hogy a te magad fajták, ha valahogy így fogalmazott, már nem tudom, meg a pedofi, minden volt, visszavágott. Na mondom, te. Hát, hogy ez mikor, ha nem a Pride hónapba, értetem. Most azt nem tudom, hogy pedózott, vagy uzizott, vagy mindkettő, de most ennek kapcsán arra gondoltam, hogy egy kicsit akkor beszéljünk a Pride-ról, hogy mi ez a Pride hónap, egyáltalán mi van júniusban, a csicska szivárványolás, érted? Nem azért anyukám, mert viharban, mert szivárvány. No, pas du tout. Je t'explique. Stonewall. Nem tudom, hogy ismered a Stonewall. De akkor menjünk ide, jó? De a lényeg az, hogy ezek összekaptak, az Ária, a Tipa lett, és akkor most azt nem tudom, hogy ezzel most nagyjából azt mondta, hogy köcsiba.
hogy Jézuson policiporti lehet. Várja, anyukám, 10 óra 10 percben fogal a kormány, jó pufa vagy. Azt mondja, still there, I mean, I don't know. So, 150 meters, miért állna itt az esőben csóri polisz? Still there? No, not there. Várjál már, a vízzel beszélek. Jó pufa. Várjál már! Szóval, most azt nem tudom, hogy most ment a húzizás, vagy mi volt ez a pedó? Ja, mert a Balenciágának, a pedó kampányára akart rá fűzni valamit, nem tudom, az álca. Lényeg az, hogy állt a bál. Beszólt az, visszaszólt ez, ide szólt. Ja, nem is ez a lényeg, nem ezt akarom neked mondani, hanem azért akarom mondani, igen, hogy pride. What the hell is pride? Na most először is beajánlok neked Sean Penn-nek egy filmjét, The Milk, az érdemes megnézed. San Francisco-ban, a Castro negyedben játszódik, hogy onnan robban ki az egész őrület. De nem is egészen innen. Speed camera, okay, I get it, thank you. Benyomom már, tudod, te ez a BMW, ez csoda, ezzel nem veszed észre. Kóstolt fel a Budapest motort, és menjél. Most nézek, most benyomtam, érted, hogy 100-al, sose fogom a Pride-ot elmondani neked, de te ezzel ne foglalkozz. Hát, hogy 100-al megyek itt a tempomat, így tudod emelni a tempomat. Figyel el, rendesen? Így emeled, most ez már 120, én most ezt visszamegyek. Ennyi, várj, ezt vissza is rakom ide, érted? Ki ne derüljön anyukám, hogy megérintettem a telefon, mert zonul. Mindegy, Pride, ezt akartam mesélni neked. Most van időn dumálni veled, míg lemegyek a Kodazőre, anyukám, a rollerem is benn van. Azt nem mutattam. Te nem mutattam az új roller. Jézus, összecsukható. Na majd ezt kapol. Szóval 1969, McCartney korszak van USA-ban. Melegellenes propaganda, mert nem tudom, hogy ezt tudta, de ugye, hogy a homoszexualitás az betegségnek van. Ugye a homoszexualitás, a leszbikus, ez tört mi a különbség, az egyik kanikanival, a másik kaszonkaszonkával. És ez egy betegségnek van titulálva, a WHO, vagy nem tudom, hogy hívják azt a hivatalt, 1990-ben törlik el, és nem, onnantól kezdve nincs, nem betegségként van számon tartva a melegség, vagy a homoszexualitás, na mindegy. Szóval az a lényeg, McCartney korszak, Amerika, Stonewall, anyukám, az afroamerikaiak, a hajléktalanok, a melegek, tudod, ezek így a társadalom peremére voltak itt kiadva, és állandóan zaklatta őket a rendőrség. Most 1969, azt hiszem június 28-án azt mondták, hogy taka, de hogy úgy tényleg menjetek az anyátokba, zaklasszátok azt. És összecsapások vannak, ez egyébként 69. július, hát azt hiszem 3-áig, vagy itt tudom én, 6-áig tart, de komoly összecsapások, fire van, minden van, idegbe vannak, minden, össze-vissza, és ekkor találják ki, hogy igenis, we have to come out from the closet, nem a retyóra, a closet, tudod, a szekrényből, that you have to go out, ki kell jönni, meg kell mutatni magunkat, és innentől kezdve indul a vonulgatás. Tehát amikor te heteroszexuálisként azt mondod, hogy igazából azt nem értem, hogy miért kell vonulgatniuk az utcán, meg provokálni mindenkit, mert én se vonulok azért ki, mert hetero vagyok. Mert nem köptek még le érte. Érted? Hát őket leköpték. Minket? Várjál. Mert utcán után nem tartozott az egész. Semmi közöm hozzá. Tudod, ezzel megvádolták, mert ugye voltak a transzexuálisok, meg a biszexuálisok, és akkor, hát ezek is ezzel mentek. Ment a kiközösítgetés, és ez Amerika, Stonewall időszak. Egyébként van ott egy műemlék, ha New Yorkba jársz, nézd meg, ez azt hiszem East Village-ben van, vagy West Village, mit tudom én. Na, ment a kiközösítgetés, azt mondták a izékre, a biszexekre, nem is vagytok ti egyébként melegek vagytok, csak hájdoljátok, tehát hogy ízé bujkáltok. Azért mondod, hogy egyébként van benne valami, arra, akik vagyunk, és kivonulnak az utcára. Másik mondom, nézd meg Sean Penn-nel a The Milk című filmet, úgy imádom ezt az angolt, zsangalul be tudod nyomni a szavakat, The Milk, érted? Nem csak The Milk. Ó, jó nézel ki. Na, úgyhogy ennyit akartam mondani, megőrülök a Sanyitől, tehát nem lehet kivégni, zablakot húzok.
szállok, csak azt képzeld el, hogy egy a nyugati világnál ez a hónap anyukám a Pride-ról szól, rendezik be, általában örömünnep, de van, ahol atrocitások vannak, mondjuk Törökországban, az oroszoknál, rendőri túlkapás, nem tudom én micsoda, de mondom, hát 69-es szomból, és kézzel le, ott a transzvesziták vonultak ki. Tudom, amikor idegbe vágták magukat, kivonultak a vízéből, a melegbárból, anyád úristen, és anyukám tűzsarkóval nekiugrott, kezded el a Lady Dömpert, meg mindenki, amikor megindulnak, halál elők előtt. Na a lényeg az, hogy ez egy ilyen örömünnep egyébként. Tehát általában ez egy parádézás, tudod. Tehát, hogy kijönnek, kivonulnak ezek az emberek az utcára, és megmutatják, hogy igenis vannak jogaik, igenis nem félnek, és egyébként minden mozgalom így indult. Különben nem lenne női szavazati jogod, hogyha annak idején alszonkák a Angilaliban nem volt. Érted? Tehát, hogy ha nincsenek a szüffrezsetek, akkor most nincs a nőknek szavazati joguk, meg a munkakörülményeiket nem javítják. Ha munkás mozgalmak nincsenek, akkor a gyárakba érted rabszolgaként tartják az embereket. Ha nincs abolicionisták, akkor még mindig lehet, hogy rabszolgatartó társadalom lenne, és a fekete, amerikai feketék, ugye Afro-Americans, azok meg mindig rabszolgák lenne. Tehát, hogy ezek a polgárjogi mozgalmak változtatják a világot. Így a Pride-nak is van egy ilyen szerepe. Tehát ez a lényege, érted? Tehát az LMBTQ-t lehet egyébként széllel szembe ugyantani aranygyitjó, de end of the day, igenis integrálni fogod a társadalomba, és megadod neki a lehetőséget, hogy házasodjon, hogy gyermeket neveljen, hogy örök, mert ez a társadalmi fejlődésnek a lényege. Erről szól a Pride, ezt támasztja alá. Most azt figyeld meg, nem csak, hogy országok támogatják a Pride-ot, hanem nagy vállalatok.